Valódi, hamisítatlan disznótoros lakomára hívták szülei László Boldizsert, a Cotton Club Singers énekesét és a zenekar tagjait. Az énekes édesanyja stábunknak elárulta, Boldizsert gyermekkorában minden évben segédkezett a kolbásztöltésnél, mára azonban kissé kijött a gyakorlatból. Az együttes az evés-ivás mellett beszámolt a zenekari tagcseréről, valamint legújabb Szabad a Swing című turnéjuk előkészületeiről is. Nézzük a tort képekben. Van benne hús? Nincs is benne, de tekert ki inkább. Én régen hát mindig minden disznóvágáson itt kellett legyek. Én gyerekkorom, hát gyakorlatilag egész kisgyerekkoromtól, kamaszkorom végéig szinte minden nyarat itt töltöttem, amíg ugye már nem volt ciki az, hogy most a nagymamámnál vagyok. Az emberek itt azért még őriznek régi értékeket, mint például a disznóvágás. És nem az van, hogy megveszük az által elkészített húst, hanem a nagymamám, aki hál' Istennek jó egészségben van, 85 éves, ő neki ezek fontos dolgok az életében, mert ő neki ezek a fiatalságához, meg az egész életéhez hozzátartoztak. Nem lehet még az összekeverni, mert sószik. Mi van? Formázd meg egy kicsit, hát nem úgy vágjuk bele, mint a... Kárba megy. Nem nehéz a nagyvilág életből ide visszajönni. Hát... Nem, hát ez egy olyan belső igény, hát ők az életem részén ugyanaz az ember vagyok. Az, hogy mellette munkámmal az jár, hogy ismertebb lesz az arcom, az attól még nem változik a viszony, csak talán kevesebb az időm arra, hogy én itt lehessek. Voltál-e már disznóvágáson? Nem, ez első. Voltál-e már disznóvágáson? Igen. Nem voltam még sajnos. Illetve hála Istennek, mert nem bírom szegények szenvedését. De most sem akkor érkeztünk ide, amikor elhunyt szegény megboldogult disznó, hanem amikor már a feldolgozás, tehát a kidolgozás résznél. Ezzel meg fogod kóstolni. Ezen még gondolkodnom kell. Ugyan esett a két hölgyre a választás, tehát ugyan volt a szelekció tulajdonképpen, ugye rengeteg sikeres és tehetséges énekes van ma Magyarországon, bár ebben a műfajban elég kevés a képzett művész, ti hogyan választottatok? Nagyon sok riportot adtunk azóta, mióta beszálltak a csapatba, és tegnap fogalmazódott meg bennem, hogy itt nem a két fiú választotta ki a két lányt. Én azt gondolom, hogy a négy ember választotta ki egymást. 40 énekes hölgy, akit meghallgattunk rajtuk kívül, annak több mint a fele jelentkezett, hogy ő akar is jönni, és ők nem jelentkeztek, őket mi kerestük meg, mert hallottunk róluk, és azt is olyan véletlenszerűleg ajánlották a Patriciát, és akkor a Patriciához pászítottuk hozzá a Gabit. És ettől, amikor összeállt a kép, én már azt mondtam, hogy ez a zenekar megvan, pedig még egy hangot nem énekeltünk össze. A Bergendi zenekarban név szerint Kerlec Gábor pozanos volt, már azóta nem játszik egyébként a zenekarban, de ő mondta, ő hívta fel a figyelmemet, hogy meghallgatás van a zenekarban, mert elmegy a két lány, és hogy menjek el szerinte. És ő is szintén szólt a Boldizsárnak rólam, hogy hallgassanak meg engem, tehát ez így történt, és akkor elmentem a Boldizsár, találkoztam, elkezdtünk beszélgetni, még meg se hallgatott, jókat beszélgettünk, adott 3 kottát, hogy tanuljam meg, és először szopránra hallgatott meg, mert általában magasabb lágéban énekeltem, és megtörtént az összeéneklés, akkor még egy másik lány jött altnak, mert aztán én lettem az alt, és összeénekeltünk 2-3 dalt, aztán megskáláztatott, és akkor látta, hogy húha, itt vannak mélységek is, és akkor jutott eszébe, hogy megkérdezte tőlem, hogy ismered a Mezőfi Gabit? Hát mondom, nem, szerintem. Mert hogy ő úgy gondolja, hogy nagyon passzolna egymáshoz, ami két hangunk. Én az elmúlt 5 évet Németországban töltöttem, ott Musical Színházban játszottam, előtte Pesten a Piccolo Színházban játszottam szintén musicalekben. De a Cotton Club Singers-szel úgy kerültem kapcsolatba, hogy a 99-es Emerton díj átadáson találkoztunk először, és 2000-ben a zenekarommal volt szerencsém a Cotton Club Singers előzenekaraként színpadra lépni, úgyhogy innen az ismeretség, és aztán több évig nem beszéltünk egymással, mivel kint voltam Németországban, és úgy történt, hogy 2 héttel a szerződésem lejárta előtt fölhívott Bold, és informált erről a tagcseréről, úgyhogy ő kérdezte meg, hogy egyáltalán lenne kedvem hazaköltözni, hogyha esetleg az összeéneklés után mindenki úgy döntene. Hazajöttem, összeénekeltünk, és most itt vagyok.
Nehézséget jelent a véleményed szerint majd az átállás, tehát hogy egy másik zenekarban Magyarországon folytatod a karrieredet? Hát én nagyon boldog vagyok, hogy újra az anyanyelvemen énekelhetek, hazajöttem, magyar közönség elé állhatok, és annak is nagyon örülök, hogy hát végül is én egy korszakot lezártam az életemben, tehát az, hogy valaki színpadon áll, színházi színpadon, az egész más, mint egy zenekarral koncertet ad elő. Itt sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudunk kerülni a közönséggel. Mögöttetek lévő stáb, nem most, hanem úgy általában, tehát a stáb, aki veletek dolgozik, mert hát ugye nem kétszemélyes, illetve négyszemélyes zenekar vagytok, ő hogyan fogadta ezt az ötletet, vagy hogyan döntöttétek így el közösen, hogy ez a formáció megszűnik, és majd új fog alakulni? A mögöttünk lévő stáb nem egy nagy létszámú valami igazából, és a döntést azt mi hoztuk meg négyen. Amikor egy menedzser, ahogy gondolkodik egy együttesben, azt elsősorban nem emberileg teszi, hanem financiálisan próbál ezt hozzáállni, és ő az eladhatóságát nézi, illetve azt, hogy lehet minél több helyre eljutatni ennek a hírét, vagy ennek a úgynevezett terméknek a mi voltán. Te hogyan tudsz megújulni? Tehát személy szerint hogyan tudod 10x éve ezt elviselni, és mindig újat adni a közönség számára? Hát az, hogy mindig mást próbálok meg. Hogyha nem néznénk szembe azzal, hogy meg kell újulni, akkor valószínűleg már javasoltam volna, hogy akkor inkább ne csináljuk, mert minden egyes megújulás egy kihívás. És az ember életének minden szegmensére vonatkozik ez, hogy meg kell újulni. Gondolkodásban, hozzáállásban, mindenben.